nincsen stratégia, egy nagyon-nagyon egyszerű kis stratégia is elég, addig ad-hoc lesznek a dolgok működtetve. Válóczi Károly marketing mentor, business coach tartott előadást Hőgyészen a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara rendezvényén a hatékony ügyfélszerzésről. Mindenképpen arról lesz szó, hogy hogyan lehet új ügyfeleket szerezni ebben az időszakban. Én úgy gondolom, hogy pont arra való ez az időszak, az évnek utolsó negyedéve előtti időszak, hogy jobban nekiálljunk, még többet beletegyünk az ügyfélszerzésbe. Megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, és mik azok, amiket alkalmaznak a jelenlévő vállalkozók. Elsősorban az online ügyfélszerző eszközökre fókuszálunk ma, de rátérünk majd az offline eszközökre is. Hogy szokták mondani, hogy én is mondom, ha nem vagy jelen a webben, online, akkor nem is létezik az a vállalkozás. Mindenképpen legyen a vállalkozásnak egy weboldala, és ahhoz kapcsolódóan, amire szüksége van, akár közösségi média megjelenés, online hirdetések, és mondjuk e-mail marketing, amit nagyon fontosnak találok. Hornok Jenő úgy véli, az ilyen és hasonló események rendkívül hasznosak a vállalkozások számára, ezt a visszajelzések is igazolják. Hasonlóan a korábbi rendezvényekhez, ugye az első részben egy tudásátadás történik, hasznos gyakorlati tapasztalatokkal, információkkal. Ugye itt most a mai rendezvény az ügyfélszerzés, a hatékony ügyfélszerzés a fő témakör. Ezt fogjuk körbejárni online és offline eszközökkel, hogyan tudunk célcsoportot bővíteni, ügyfélkört kialakítani. Ugye alapvetés az, hogy a jó és visszatérő ügyfél fog majd nekünk bevételeket hozni, és hát szeretnénk a vállalkozásoknak egy olyan plusz információt adni a rendezvény kapcsán, hogy ezt minél hatékonyabban tudják megtenni. És a B2B találkozó második részében pedig a kötetlen beszélgetésé, a bemutatkozásé a főszerep. Ugye lehetőséget biztosítunk arra, hogy a résztvevők bemutassák magukat, mivel foglalkoznak, milyen tevékenységet végeznek, és hát szeretnénk, hogy vállalkozások között adott esetben üzleti kapcsolatok jöjjenek létre. Pozitív a visszajelzés, korábbi rendezvények alkalmával is kivétel nélkül azt kell mondjam, hogy vállalkozások szeretettel jönnek a rendezvényre, érdekesnek tartják azt, és ezt a rendezvénysorozatot mindenféleképpen szeretnénk a jövőben folytatni, függetlenül attól, hogy minisztériumi támogatást kapunk-e hozzá, vagy sem. Tehát tényleg nagyon jó a hozzáállás, folyamatosan kapjuk az érdeklődő telefonokat, hogy következő rendezvénynek mi lesz a témája, és mikor lesz. A program a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával a VF445-2023 TMKIK azonosító számú projekt keretében valósul meg.